Az elméleti órák órarend szerint akár már a jövő héten elindulhatnak a nemrég átadott felújított tantermekben Baktalóránd házán. Először a mezőgazdasági technikusok kezdik meg itt a tanulást. Számukra okostáblákat szereltek fel, kényelmes székekkel és minőségi bútorokkal látták el a termeket, így a diákok modern körülmények közt tanulhatnak. A telepek működtetéséhez szükséges humán erőforrás képzése valósulhat meg majd a későbbiek során. Két szinten, egy középvezetői szinten, aki a telepvezetői feladatokat fogja ellátni, illetve szakmunkás szinten az a 5-6 ember, aki egy-egy ilyen telepet tud működtetni, hiszen ahogy láthattuk és találhattuk a kisfilmben, illetve a tulajdonos által alánarrát elmondottak alapján, egy telepen 10-12 épület van, és sok-sok ezer csirke, viszont számítógép által vezéreltek a folyamatok, és nem elsősorban fizikai munkát jelentenek ezek. A forrást biztosító cégcsoport összesen 3500 embernek ad munkát. Csak Baktalóránd háza 20 kilométeres körzetében közel 1200 alkalmazottat foglalkoztatnak. Fontos tehát számukra ez a térség és az, hogy ebből az iskolából képzett szakemberek kerüljenek ki. Így fogalmazott Bárány László tulajdonos az ünnepélyes átadón. Hozzátette, a vállalat számára ez a tanterem felújítás egy befektetés a jövőbe, hiszen fontos a szakember utánpótlás. Nagyon fontos az alapanyag. A munkavállaló, a jövő munkavállaló milyen alapanyag? Ezt a jó masszát, nevezzük így, egy egészséges, jól formálható masszát gyúrja együtt az iskola és egy lehetséges, potenciális munkáltató. Hát ez utóbbinak itt vagyunk mi, aki nem csak egy ilyen digitális, korszerű oktatási tantermet biztosít, hanem biztosítja azt a gyakorlati, szakismereti tudásháteret, ami nélkül az elmélet, az csak elmélet maradna. Ezért erős és ezért tartós a mi összefogásunk, a térség valamennyi, kiemelten egyébként a Baktalóránd házi és a Máté Szalkai szakközépiskolákkal, mert ezt a kettős hatást, ezt a ketten formáljuk a jövő munkavállalóit, elsősorban a saját igényeinknek megfelelően, és ez a jövőben is nagyon erős cél marad. Az átadón elhangzott, az intézmény bízik abban, hogy a tantermek felújítása csak a kezdete egy későbbi, még szorosabb együttműködésnek.